Kedveseim, szeretettel köszöntelek benneteket, a mi Urunk Jézus Krisztus kegyelme, az Atya Isten szeretete és a Szentlélek egyesítő ereje legyen mindnyájatokkal. Kedveseim, eljutottunk most a Szent Pál apostol által római híveknek írt levél végéhez. A római levél 16 fejezetből áll, az egyik legnagyobb, és tartalmában, nehézségében is igen komoly erőfeszítés kíván, ha valaki meg akarja érteni, és meg akarja tartani azt, amit Szent Pál ebben nekünk tanít. Szent Pál apostol itt is, mint minden levelében, a levelet mindig köszöntéssel kezdi. Mi is ugye nyilvánvaló írunk valakinek levelet, akkor köszöntjük őt, kedves, legalább ennyire kedves barátom, vagy kedves édesanyám, vagy édesapám, így kezdjük. Ez a szokás az apostoli gyakorlatban is megvalósult, és köszönti azokat, akik abban a közösségben élnek. Sokszor azonban megmondja az ilyen köszöntésben már, vagy a köszöntésnek megfelelően a címzetteknek lelkére köti, hogy ezt a levelet azért ne csak magatok olvassátok el, hanem adjátok át a szomszéd egyházközségeknek is, hogy ők is tanuljanak belőle. Tehát a köszöntésnek vannak más színzetjei is, ez aztán kitágul, és most már mindenütt akárhol vagyunk, a rómaiakhoz írt levelet is olvasok, az is nekünk is szól. Meg a többi levél is, Szent Pál apostolnak minden levele, mindenkinek a közkincse. És ezért nem most, hanem már a 4.-5. században egy igen kiváló püspök, szónok, aranyszájú Szent János, aki konstantinápolyi pátriárka volt élete csúcsán, amikor erről beszélt, akkor odaszólt a híveknek, hogy kedves híveim, ugye nem tudom, hogy hányan vannak közöttünk olyanok, akik tudják, hogy Szent Pál a leveleiben mit ír, miről ír, milyen mindenre tanít minket. De el tudom képzelni, hogy olyanok is akadnak, akik azt sem tudják, hogy Szent Pál hány levelet írt. Az ő idejében úgy tartotta a Biblia tudomány, hogy Szent Pálnak 14 levele van. A mostani világban, amikor mindent izekre szednek, és mindent tudományosan akarnak megmagyarázni, ezt igyekeznek megszáfolni. És Szent Pálnak a leveleit kikezdik, hogy hát ez sem biztos ám, hogy az övé, valószínűleg csak egy tanítványa írta, aki nagyobb megbecsülést akar szerezni az írásának, ezért mondja, hogy ő Szent Pál, aki ír, pedig nem az, csak tanítványa. Hát ezek olyan dolgok, amiket tökéletesen meghatározni mi nem tudunk, mert az, hogy kicsit más írás, egy kicsit mások a kifejezései valakinek, hát mindenkinek vannak ilyen vagy olyan hangulatai, pezsdül az élete, vagy éppen fáradt és nehezen megy valami. Tehát ezekből a tünetekből nem lehet tökéletesen levonni a következtetést. Tehát Szent Pál apostol sok levelet írt, 13-at, 14-et, és ezekben mindben önmagát adja, a szeretetét és a tudását is, az igazság szolgálatát is. Tehát a bevezetésben Szent Pál mindig megszólítja azokat, akikhez ír. Akár úgy, mint akiket ismer, mert ő hozta a keresztény egyházba, akár úgy, hogy csak hallott róluk, és szeretne segíteni nekik a további elmélyítésben, ezért ír az ő tanításuk érdekében is. Aztán a tárgyalás az általában egy gondolat csoport köré
épül, de nem mindig. Van, amikor Szent Pál nagyon sok témát megpendít, de ez a római levél is ugye a mély igazságoknak a tárgyalására alkalmas. Aztán a Galatákhoz írt levél hasonló a római levélhez, a megigazulásnak a nagy kegyelmét tárgyalja elsődlegesen. Tehát meglehetősen széles skálája mutatkozik a tudománynak, Isten tudományának, amit Szent Pál apostol mutat be nekünk. Azután, ha van olyan ismerőse abban a közösségben, amelyiknek ír, akkor név szerint megimíti őket. Ez ugye mindenkinek jól esik, hogyha észreveszik, jól esik, hogyha megbecsülik, és ha nem felejtik el. Tehát Szent Pál sok felé járt, sok-sok évtizeden keresztül tanított, igen sok embert ismert, és gazdagított a tudásával, jóságával, szellemi fölényével. És ezeket, ha megszólította, ez teljesen érthető, hogy ezeknek a szívét egy kicsit mozgásba hozta Szent Pál, hogy hát lám-lám, hát ez a Szent Pál azért ismer engem, és nem felejt el, megbecsülés másoknak is elmondja, hogy én a tanítványa voltam, küldötte voltam, vagy valamilyen kapcsolat fűzött hozzá. Aztán az is nagyon fontos ezeknél a személyes kitételeknél, hogy az ember érezze, hogy személy vagyok. Tessék körülnézni, hány ember úgy mondják, ugye, hogy nincs meg benne kellő önbecsülés, sőt, olyan kisebbségi érzés gyötri. Vannak emberek, akik az egész életükben ezekkel a problémákkal győzködnek. És nem szabad elfelejteni, hogy az embernek fontos a teste is, valakinek szép vagy erős teste van, egy jobban alkalmas sportra vagy valami komoly munkának az elvégzésére. Fontos, hogy az értelme is jó, kiváló, nem mindegy, hogy milyen az embernek az esze, de nem ez a legfontosabb érték. A legfontosabb érték bennünk a személyünk. Az az önállóság, ami minden emberben megvan, és amit megsérteni nem szabad. Nem lehet kényszeríteni az embert, még a jóra sem, hanem csak az értelmének, akaratának a művelése, előtérbe állítása kell, hogy megelőzze a jó akaratú tanácsainkat, hogy így tedd, vagy úgy viselkedjél, de kényszeríteni nem szabad. Megbotránkoztak az emberek, amikor az előző pápa, II. János Pál, boldog avatott pápánk, ifjúkorában nagyon sokat járt az emberek között, igen sokat utazott, apostoli utakat tett a világban, hogy mindenütt megteremtse az emberek között azt a csodálatos összhangot, amiről szó volt, hogy mindenki megtalálja maga útját és rendeltetését. II. János Pál pápa nagyon komolyan vette azt, hogy az emberi személyiséget megsérteni nem szabad. Amikor bocsánatot kért, a történelmi vétkekért, amiket katolikusok, nem az egyház, katolikusok követtek el, valaki fölkapta a fejét és azt mondja, miért kell bocsánatot kérni? Hát ha valaki elettek, akkor meg kell büntetni. De nem erről van szó. Arról van szó, hogy minden ember saját maga dönti el, hogy mit akar. Elfogadja Isten akaratát, alkalmazkodik-e hozzá, vagy saját maga csinál magának egy életpályát, ami aztán Isten nélküli, és úgy is végződik Isten nélkül az kárhozatban. És mondom, akkor, amikor például egy eretneket bíróság elé állítottak, és ezt a bíróság előtti tárgyalást azt lebonyolították, akkor, amikor
nem volt hajlandó visszavonni a tévedését, aztán elítélték mágja halálra, akkor nem azért csinálták ezt, mert úgy gondolták, hogy ezt megilleti, tehát el kell pusztítani, mi ezt megcsinálhatjuk, hanem azért, mert úgy gondolkodtak, hogyha a talpa alatt égni kezd a rőzse, és égeti a talpát, aztán égeti a lábszárát, aztán megsüti a lábát, a hasát, mindenét, hogy addig, amíg azt a fájdalmat érzi, hogy ez a természetes tűz, ez a kis emberi vacak, ez ennyire tud fájni, akkor a pokolban, ahol örökké tart, nem hamvad el, mint a rőzseláng, hanem örökké tart, az hogyan fogom bírni? Nem kellene visszavonnom a tévedéseimet, Istentől bocsánatot kérni, és akkor Isten megbocsátana. Meghalok akkor is, mert már visszavonni nem lehet, meghalok, de nem kárhozom el. És ez roppant fontos dolog. Tehát a személyes kapcsolatteremtés, a személynek az elismerése, ez nagyon fontos. És egy kicsiknél és a gyerekeknél is nem azért büntet a pedagógus, mert személyisége van, vannak gondolatai, hanem azért, mert a másik embernek is van személyisége, és ahol közösségben élünk, ott nem lehet akárhogyan ugrálni. A közösségben mindig a másik közösségnek, a másik tagját a közösségnek el kell fogadni, el kell ismerni, szeretni kell, javát kell szolgálni. Igen. Aki veszi a fáradtságot, és tanulmányozza a név szerint megemlített kirétét, sok érdekességet fedezhet föl, hogy kik éltek akkor, kik voltak vezetői az egyháznak, kik voltak nevesebb emberek. És ez a köszöntés, ez az Anya Szent Egyházban később is megmaradt. Gondoljunk arra, hogy itt is ugye ragaszkodtak hozzá, hogy minden embert köszöntsünk meg, és így van jól, hiszen a szentmise elején mindig mindenkit megköszöntünk. Megköszöntjük azért, mert a személyét meg akarjuk becsülni. És akkor, amikor odáig eljutunk, hogy a szentmisét végigélvezzük, végighallgatjuk, akkor fölhangzik a biztatás, hogy mutassátok meg a szeretetet. Tehát az a régi Jézusi elv, hogyha valaki rádöbben arra, akár csak az oltár előtt is, hogy valakivel nincs rendben a szénája, akkor menjen haza, intézze el, béküljön ki, teremtse rendet a lelkében, a máshoz való viszonyában, és utána jöjjön vissza a közösségbe, és utána legyen csak méltó a szent áldozásra például. Tehát úgy legyünk Krisztushoz is, mint a jó barátunkhoz, de az ő elveit azt meg is kell tartani. Tehát egymást köszöntjük ilyenkor, szentmisi előre, hátra, balra forognak az emberek, és barátságosan köszöntik egymást. Becsülik azt, ami a másikban becsülendő, az Isten alkotta személyiséget. És velük együtt közelebb kerüljünk a mi időnk Jézushoz. A köszöntés formája, ez természetesen, hogy minden népnél más-más alakodett, gondoljuk el, hogy mi magyarok kézfogásra szoktunk köszönteni. Ha közvetlenebb viszonyunk van, valaki az rokon vagy ismerős, jó barát, közvetlenebb barátunk, vagy különösképpen, ha házastársak találkoznak és ki akarják a megbecsülésüket, szeretetüket fejezni, akkor megpuszítják a másik arcát. Ez is egy nagyon fontos dolog. Nem mindenki csinálja ezt. Például a hottentották, azok az urukat nyomják össze. Ők is szokták meg. A zsidók nem az arcot csókolták meg, hanem a másik embernek a szakállát. Ugye a nőket nyilvánosan nem köszöntöttek.
a 12 éves zsidó fiú, már kicsit nagykorú, már egészen nagykorú, csak 30 évesen lett, de 12 évesen már egy picit más kategóriába tartozott, mint az egészen kisgyerek. A 12 éves kisfiú utcán az édesanyját sem köszönhette ünnepélyesen. Nem arról volt szó, hogy nem szólhatott neki valamit, de a nagy köszöntés ugye megállni előtte, földig hajolni háromszor, aztán mondani valamit, aztán megcsókolni a szakállát a férfinak. Ez időben telik, ünnepélyes köszöntés. Ezt az asszonyoknak nem lehet szabad megadni. Tehát nekünk ezekre gondolnunk kell, hogy Szent Pál apostol jó példát ad, hogy a levelezünk gondolni kell, és Szent Pál ilyenkor, ha valakit köszönt például az egyik tanítványának, akit püspökké szentelt és püspökséget adott neki, megírja azt, hogy vigyázz az egészségedre, gyenge a gyomrod, el fog veszni az életerőd, tehát ne csak egyél, hanem egy kis bort is igyál hozzá, mert a gyenge gyomornak szükség van a kis besegítésre. Tehát ennyire figyelmes volt, és nekünk is figyelmesnek kell lennünk egymás iránt. Ezt is meg lehet mindig említeni, hogyha, vagy visszaemlékezni rá, ha egy-egy levél bevezetését, vagy befejezését észrevesszük, és arra rá gondolunk. A befejezés nem is lehetne szebb és alkalmasabb, mint az egy igaz Istennek nyújtott hálaadás, hiszen a tanítás, tanulás ajándéka és minden szent örömforrása az Atya, aki Szent István, amikor haldokolt, meglátott, rácsodálkozott és örömmel köszöntött. Aztán a mi Urunk Jézus Krisztus, amikor hát bárkivel találkozik, rámosolyog, ugyanezt nekünk is meg kell csinálnunk, tudva, hogy itt valami szépet és jót gyakorolhatunk, meg tudjuk becsülni embertársainkat, és a szeretetnek a befejezése mindig a boldogság lesz.